говорить про те, як ми тільки що приїхали з кордону, і хай десь будуть все в нашій Кореї. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégeink! Tisztelettel köszöntjük Önöket a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszék által szervezett innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban Ukrajna európai integrációjának tükrében nemzetközi tudományos konferencián. Szanowni Pani ta Panowe! Вітаємо вас на міжнародній психолого-педагогічній конференції під назвою «Інноваційні методи психолого-педагогічної практики у світі євроінтеграційних процесів України», яку організувала кафедра педагогіки та психології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II. Köszöntjük megjelent vendégeinket! Вітаємо почесних гостей! Dr. Nagy Ignác, a Beregszászi Magyar Konzulátus konzulját. Консула консульства Угорщини в Берегові. Професор доктор Багді Емелькейт, о Кароли Гашпа, реформату Шелятам, Танара, професор доктора психологічних наук, професора Емелітуса, викладача реформатського університету імені Гашпара Кароли. Професор доктор Пустай Габріела, егетемі Танар, a Debreceni Egyetem Humántudományok doktori iskolájának programvezetőjét. Pani Pustai Gabriel, doktora pedagógicznych nauk, professzora kérdéka, naukowej szkole humanitárnych nauk Debrecenského univerzitetu. Dr. Mikonya Györgyöt, az Ötvös Loránd Tudomány Egyetem óvó és tanítóképző karának székelyének, valamint a kísérletében jelentkező tanszékvezetőket és oktatókat. Pana Mikonyu Gyergya, professzora dekána Fakultetu Humanitárnych Nauk Budapestského Univerzitetu imieni Loranda Edvesa, szuprovodi nacsánylékiv vigyilív tá vekladacsív. Dr. Nagy György főiskolai tanár, az Eszterházi Károly Főiskola Koméniusz karának dékán helyettesét. Diplomi Azvíti Reformátszik Univerzitáta imeni Gáspára Károli. Dr. Grezsa Ferencet, a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet továbbképző központ vezetőjét. Köszöntjük a Pécsi Tudomány Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem, a Debreceni Egyetem, valamint a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és felnőttképzési karának küldöttségét. Vitáljuk a Delegáciu Speckovú Univerzitetu, z Nyíregyházkovú Univerzitetu, z Debreceniskovú Univerzitetu, a takož Delegáciu z Fakultetu Vychovania Dítej ta Osvíty Doroslech Debreceniskovú Univerzitetu. Dr. Orosz Ildikót, a Megyei Tanács Oktatási Bizottságának elnökét, a főiskola rektorát. Pani Orosz Ildikót, a Komisszi Kultúry, Duchovnosti, Molodíznoi Politiky, Fizkultúry i Sportu Nacionálnych Menšin ta Informacijnoi Politiky, rektora Zakarpatského Uhorského Institutu imieni Rákóczi Ferenca II.
Kész Barnabás megyei képviselő, a Kárpátaljai Megyei Tanács Oktatási Bizottságának tagját. Pane Kész Barnabás, napotokat fackolózat mojí rádi členy komisii z pytání osvíte, nauky, kultúry, duchovnosti, молодіжної політики, фізкультури і спорту, національних меншин та інформаційної політики. Dr. Piszocká Leonida Stanislavinyák, a Hemeniszki Humán Pedagógiai Akadémia Békánál. Кандидата педагогічних наук, доцента, декана Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії факультету дошкільного виховання. Köszöntjük a Kievi Dragomanov Nemzeti Pedagógiai Egyetem, az Unváli Nemzeti Egyetem, a Munkácsi Állami Egyetem és a Harkovi Nemzeti Pedagógiai Egyetem küldöttségét. Вітаємо делегації Київського національного педагогічного університету імені Драгоманова, Ужгородського національного університету, Мукачівського державного університету, а також Харківського національного педагогічного університету. Herzog Györgyöt, a Kárpátaljai Pedagógus Továbbképző Intézet munkatársát. Дипломної педагогічної освіти. Sós Katalint, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola felsőfokú szakképzési intézetének igazgatója. Pani Sós Katalint, direktora Kárpátaljai Uhorszko Instytutu imieni Ferenca Rákóczi II. Felkérem Orosz Ildikót, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, köszöntse a konferencia résztvevőit. Poprosimo rektora Закарпатсько-Угорського інституту імені Ракоці Ференца II, доктора Орос Ілдіку, привітати учасників та всіх присутніх у залі. Delegáti konferencii, tak is prezidium.
На той конференції, яка організувала кафедра педагогіки та психології, на якій кафедра, як педагог, я працюю. І бажаю всім, що на цій конференції мали можливість з цього вибрати все позитивне, з яким ми можемо організувати життя наших дітей, які живуть в непростих умовах. Знаємо, що у нас війна, і хоча війна далеко від нас, на тисячу кілометрів, але на наше життя, на нашу душу, на душу наших вихованців, все це впливає. Впливає і на перспективні плані, куди і як планувати життя молодого покоління. І тому я вважаю, що нові інноваційні технології навчання допоможуть нам облегшити роботу і життя наших вихованців, і надіюся, що з цього спільного міркування, що буде на цій конференції, всі можуть брати з собою стільки, стільки потрібно для того, щоб пережити і вижити ці дні, півгода, або не знаємо, цей період, який є у нашому житті. Бажаю всім успіхів на цій конференції. Elhangzó Pusztai Gabriela neve, meg is érkezett a határól, úgyhogy most jár neki a tapsa. Pusztai Gabriela a Naprezta Mirelia Debrecenski Universitet, így a Frászis Kordonu, hogy jár itt Italii, zárász приїхала. A Zvici, jak bачите, в Закарпатті завжди двічі говоримо по-угорській, по-українській, а звідси, щоб конференція була оперативною, всі маєте в своїх карманах вже випуск статей, і тому там є на англійській, на українській мові коротко розкажу, все розкрито, тому звідси я буду викладати на рідній угорській мові свій виступ, і хто хоче більше знати, потім може прочитати. Та де дій Карпат не міді будь велюк мінтет кій цермонс, мінтет кій цермонс, і сотін і ткезло будь оперативно пледяно lehetőség, arra kérek mindenkit, hogy mindenki az anyanyelvi nagy nyelvű, vagy azon a nyelven, ami közelebb van, és kivetítésként absztraktban megjelenik ukránul is, angolul is ahhoz, hogy az előadás lényegét a többiek megtudnák. És a köszöntés után áttérek az előadásom témájára. Kedves kollégák, mindnyájan tudjuk, hogy minden innováció annyit ér, amennyit abból meg tudunk valósítani egy adott körülmények között. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy ismertetni szeretném a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás helyzetét, ahhoz, hogy a további közös gondolkodás szempontjából mindenki tudja, hogy milyen terepen kell innovatív oktatási módszereket bevezetni. Ez bármi lehet, ahhoz a többi tényező, ami meghatározza az oktatást, nem érett, nem fogékony, vagy esetleg nem lehet megvalósítani. Emlékszem az 1985-ös évre, amikor a szovjet oktatási rendszeren belül reformokat vezettek be, ugye Gorbacsov idejével, és rögtön is azonnal az informatika oktatását is eltökélték, csak három apró feltétel nem volt adott, nem készítették fel a pedagógusokat, nem voltak számítógépek, de informatikát kellett tanítani, és ezt innovatív, kreatív pedagógusok időnként úgy oldották meg, hogy lerajzolták a klaviaturát a gyerekeknek, és akkor mondták, hogy ha ezt megnyomnád, ez a kép jelenne meg a képernyőn, és előkaptak egy előre megrajzolt képet egy óriási ládából. Na most úgy gondolom, hogy valószínűleg nagyon fontos, hisz a 21. századot igazolta, hogy az informatika századává válik, de azon a helyen, ahol ez nem volt még adott, lehet egy kicsit elhamarkodott volt az az innovatív oktatási módszer bevezetése, amit akkor hirtelen terveztek. Ebből kiindulva az én feladatom, amire vára vállalkoztam, az, hogy bemutassam a kárpátaljai magyar oktatás helyzetét. Immár, nem tudom, elindult ez a gép, hogy segít nekem. Ilyen.
ebbe. A vezetést kéne megmondom, ugye? Na, látnám. Igen, itt van. Jó, köszönöm. Jó. Igen, tehát milyen a kárpátaljai magyar nyelvi oktatás helyzete, ahol mindazt az okosságot, amit magukkal visznek, meg kell majd valósítani. Először is azt gondolom, három olyan kulcskérdés, ami a jelentés a jövőt is meg fogja határozni. Ez a demográfiai mutatók, az oktatás minősége és valójában a kisebbségi helyzet. 1988 óta nem kevésbé Herceg Györgynek köszönhetően, amikor a megyei oktatási főosztályon dolgozott és elkezdte statisztikailag is gyűjteni az anyagokat és sokat kaptunk onnét. Gyűjtöm a beiskolázási mutatókat az oktatási intézményekbe. Tehát egy jó 20 éves periódus alapján készült ez a grafikon, ami alapján látható, hogy a kárpátaljai magyar iskolákba beiratott tanulók száma is jelentősen csökkent. Egy demográfiai hullámvölgy, ugyan túl vagyunk már, ez a 2007-2008 vagy 2010-es évek közötti időszakban volt, tehát most már újra növekszik a gyermeklétszám. Viszont nem mindegy, hogy milyen arányból vesszük ezt. Ez az általános növekedési mutató, ez a rózsaszín része. A kék része ez a kárpátaljai ukrán tannyelvű iskolákba beiratottak változását mutatja. Ez a kis lila, ami már majdnem hogy eltűnt, ez az orosz tannyelvű iskolákba beiratott első osztályosok számát tükrözi. Ez a sárga a kárpátaljai magyar iskolák tanulói létszámát, míg a halvány zöld vonal, az pedig a román iskolákba beiratottak számát jelzi. Az arányokból látható, hogy arányosan csökkent a tanulói létszám, többé-kevésbé a különböző iskola típusokban, annyi különbséggel, hogy a 80-as évek végén az orosz iskolák szalagja majdnem, hogy elfogyott a 90-es évek végére. Ennek több oka van, egyrészt ugye politikai oka van. Az országváltáskor az államnyelvváltása hatott a tanulók beiskolázására, másrészt pedig sokan elköltöztek. Az is érdekes, hogy amikor az orosz iskolák tanulói létszáma fogyni kezdett, leginkább a magyar iskolák tanulói létszáma növekedett, vagyis a szovjetrendszer végén a magyar szülők nagy része az orosz iskolákba iratta a gyermekeiket, itt látta a tanulók boldogulását. A román iskolák hallgatói létszáma is jelentősen növekedett, csökkent, és megjelent egy új iskolaforma, a szlovák tannyelvű iskola, ami viszont csak Ungváron működik, és ott is csak elemi szinten, onnét átirányításos oktatási módszerrel ukrán, szlovák két tannyelvű oktatásként működik. A politikai, gazdasági helyzet mindig kihat a beiskolázásra, hiszen minden szülő csak azt szeretné a gyermeke számára, hogy az elérhető legjobb karriert tudja biztosítani. És ilyenkor reagálnak a szülők azzal, hogy hova is iratják be a gyermekeiket. Erre utal például, ha ebből a számsorból, a könyvben megtalálható a teljes számsor, én csak kiemeltem azokat a krízispontokat, amelyek felhívják a figyelmet erre a politikai, gazdasági helyzetre való reagálásra. Egyrészt a 87-88-as tanévben, egy bázis tanévnek veszem, hisz innét kezdve jutottam hozzá információkhoz a teljes adathoz, képest 1994-95-ben mintegy 500 hallgatóval növekedett a magyar iskolákba beiratott tanulók száma, míg az orosz iskolákba beiratott tanulók száma egyharmadára csökkent. Az ukrán iskolákba iratott tanulók száma egy 1000 fővel, tehát 1000 fővel növekedett. És stagnált ebbe a periódusban a román iskolákba beiratott tanulók száma. Ahol a legnagyobb csökkenést a magyar iskolákba tapasztaltuk, ahol a legkevesebb magyar gyereket irattak az első osztályba magyar tagozatra, az a 2008-2009-es év. A külföldieknek mondom, az itthoniak tudják, hogy ez az év volt az, amikor kötelező jelleggel bevezették a
felvételi rendszert a független vizsgaközpontok, ahol ukrán nyelvből és ukrán nyelven kellett volna felvételizni, illetve ahol ukrán nyelvből ugyanazt a szintet kellett tenni, amely szint az ukránok számára készült, akik ukrán filológia szakra indultak. Az is érdekes, hogy 2015-16-os tanévre majdnem eltűnt az orosz tagozata az intézményeinkből, mindössze 94 elsős volt, és növekedett a szlovák iskolákba beiratott tanulók száma. Fontos a demográfia szempontjából is, hogyan állunk a jövőre nézve. Jövőre nézve végeztem egy kutatást, ahol bekértem a történelmi egyházak magyar rítus szerint kereszteltek számát 2009-től 14-ig. Most itt Kárpátalján a történelmi egyházakhoz tartozik a görögkatolikus, a református és a római katolikus egyház, ami érdekes volt, hogy statisztikailag még a pravoszláv egyháznál is magyar rítus szerint kereszteltek néhány gyereket, de ez nem volt jellemző. Ebből a táblázatból az derül ki, hogy alapjában véve nincs baj, hiszen 2293 és 2224 között van mozog a tanulói a magyar rítus szerint kereszteltek száma. A kérdés az, hogy a diákokat beiratják-e a magyar iskolába, illetve hogy arányosan lesz-e ez az elosztás. Ebből a szempontból viszont azt kell mondanom, hogy nagyon sok olyan település van, ahol ugyan működik magyar református, magyar katolikus, magyar görög katolikus egyházközség, istentisztelet, mise, ez a nyelven zajlik, viszont nincsenek magyar nyelvű iskolák. A következő táblázat ezeket sorolja fel. Ebből viszont az látszik, hogy a legjobban szorít a kapca, nem az általunk szórványvidéknek számító vagy elkeresztelt Felső-Tisza vidéken van, hanem a legnagyobb gondot az ugocsai falvak jelentik, ahol nagyon közel ér a tömbhöz a nyelvtanár. Tehát nincs Csepén, Királyházán, Tekeházán, Mágyformán, Fancsikán és Tiszaújhelyen, ahol jelentős történelmi egyház, magyar egyházak működnek, nincs egyáltalán magyar nyelvű oktatás, magyar nyelvű osztály. Ez eléggé elriasztó. Akkor honnét van az, hogyha ennyi sok magyar településen, ahol elég magas a tanulói születési arány, mindenütt egy osztályra valót lehetne indítani, mégis a mi gyermekeink, az iskoláinkban megvan a, és növekszik egyelőre a magyar osztályok száma. Hát elsősorban ez a romák születési rátájának tudható, akik nagy része nem keresztelkedik, vagy nem tartozik egyik egyházhoz se, méghozzá az ő expanzív növekedésük a támogatási rendszer eredményezte, ami ugye Ukrajnában érvényben volt, meg még most is érvényben van. Nagyon jelentős összeget kapnak minden megszületett gyerekért, és utána pedig havi montásban van. Az elmúlt évtizedben megszületett gyerekek aránya hamarosan az iskolákba kerül, és helyenként meghaladja a magyar tannyelvű iskolákba beiratott gyerekek arányát, ami egyébként egy új kihívást fog számunkra jelenteni, hogy mennyire tudjuk megoldani az ő felkészítésüket, és mennyire tudjuk őket integrálni. De nézzük, hogy a romák szerepe az adott rendszerben mi van. Egyrészt az elmúlt 25 év tapasztalatai alapján a romák társadalmi rétegeződése megtörtént. Egy részük nagyon jelentős vagyonra tett szert, főleg nem hivatalos forrásból. Ennek több oka van, nagyon a vállalkozókedv, jobban nem látják be sok esetben a következményeik annak, hogy hogyan lehet 5-ről 10-re jutni ennél. Nagyon vállalkozókedvvel belemennek olyan bizniszekbe, amikbe mondjuk az ukránok, magyarok esetleg nem mennek bele, akinek bejön, viszont óriási vagyonra tehetsz rá. Viszont az értékrendjükbe nem épült be az oktatás iránti érdeklődés, az oktatásnak alacsony a presztízse, és a tapasztalataik alá támasztják, hogy nem az oktatás lehet az a társadalmi mobilitási elő, amivel kiemelkednek. Teljesen más volt a tapasztalatuk. Ez kihat az alacsonyabb társadalmi rétegben élő romák nézeteire, hiszen azt látják, hogy nem úgy lehet érvényesülni a társadalomba,
ahogy mi akarjuk, és mondjuk nekik, hogy tanulj, dolgozz, reggel menj iskolába, hanem úgy, hogy 5-ről a 10-re lehet jutni bizonyos merész cselekedetekkel. Viszont a gyermekeiket az alacsonyabb társadalmi rétegű romák a magyar iskolákba iratják, ennek meg a magyarországi oktatási nevelési támogatás az oka, hiszen ez számukra egy jelentős megélhetési forrást jelent, vagy úgy tűnik, hogy kiegészítés jelent. Ezért a támogatás statisztikailag növeli a magyar tanulói létszámot, de a motiváltságok miatt csökkenti az otthonjó munka eredményességét és az otthonjó munka minőségét, hiszen nehezen tudjuk ezt a kérdést az iskolában kezelni. Az az igazság, hogy ehhez nem is kapunk állami támogatást, mert az állam a roma problémát szociális kérdésként kezeli, és oktatásukkal, felzárkózásukkal nem foglalkozik, erre vonatkozólag a megyei tanácson belül sem tudunk elfogadtatni a programot, inkább csak a segélyezés van első helyzetben. Ebből kifolyólag a kárpátaljai magyarság sajátos helyzete, hogy kisebbségiként rendelkezik egy olyan kisebbséggel, akinek a felzárkóztatásáért val is neki kell foglalkozni a saját érdeke szempontjából ahhoz, hogy az iskolai oktatás minősége az vonzó legyen a pedagógusok, vagyis a szülők számára. Ez a másik kutatásomból le van következtetés, hogy azokon a településeken, ahol az iskolákban a romák száma több lett, mint a magyar tanulóké, a minőségi oktatás romlására hivatkozva a magyar szülők gyermekeiket gyorsan átvitték más oktatási intézményekbe, általában a legközelebbi városokba, a legnagyobb településekre, ott viszont már akkor, ha utaztatni kell, meg meg kell szervezni az iskolát, akkor a legjobb humán iskolába iratták be, mondván, hogy a gyermekeik érdekeit ez fogja szolgáltatni. Tehát a magyar oktatás egyik ördögi köre Kárpátalján az, hogy a roma lakosság születési rátájának köszönhetően megmaradnak a magyar oktatási intézmények, de az intézményi minőségét meghatározó motivált gyerekek elmennek, ami miatt a magyar oktatás presztízse még jobban leértékelődik, mint gondoltuk volna. Hogy miért viszik más ukrán iskolákban, és hogy ott mi a helyzet, erre vonatkozólag készült egy Kárpát-medencére kiterjedő kutatás, amit Pabzé Attila vezetett, és aminek volt egy kárpátaljai lábainak. A Kárpát-medence többi részéről nem fogok most beszélni, hiszen itt vagyunk, és a helyzetképet szeretném mondani. A megállapításuk szerint a magyar nyelvű szülők jelentős része, a többben a magyar szülők 30%-a iratja a gyermekeit a vélt boldogulás érdekében az ukrán nyelvű intézményekbe. Azokat választják. Innét általában mintaadó, a magasabb családi háttérindexel rendelkező szülők adják oda a gyermekeiket, hogy minél hamarabb bekerüljenek az egyetembe. És hogy mennyire aktív, vagyis mennyire hasznos ez a kutatás, úgy alakították meg, hogy miután Ukrajnában nincsen PISA felmérés, azért a PISA felmérés módszertanára hivatkozva az egész Kárpát-medencébe iratok velünk dolgozatokat, hogy az oktatás minőségét és teljesítményét megvizsgálják. Az iskolában kiderült, hogy az ukrán iskolákban tanulók nagy része, meg a teljesítménye annak ellenére, hogy motiváltabbakat és a magas családi háttérindexel rendelkezőket küldték oda, gyengébbek voltak, mint a gyengébb családi háttérindexel ott maradt magyar iskolák teljesítménye. Mint kiderült, miután más kérdéseket is tettek meg, ennek az volt a különbség, hogy a kevesebb volt az ukrán iskolában a pedagógiailag hozzáadott érték, mint a magyar iskolákban hozzáadott érték, ami ugye arról szól, hogy azt üzeni, hogy lefordítsam egyértelműen, hogy az ukrán iskola az ukrán gyerekek számára a leghasznosabbak, hiszen ők ott a legjobbat tudják kihozni, de a pedagógusnak nincs energiája arra, hogy felzárkóztassa az oda került magyar gyerekeket, tehát azok számára pozitív hozzáadott érték volt, itt meg aki bírta, Marta, aki nem, az lecsúszott és kevesebb teljesítménnyel került ki az iskolából, mint ami elvárt lett volna a szülők számára. A magyar iskolákban ezáltal tulajdonképpen kikerültek a motiváltabb a szülők, meg a jobb családi háttérindexű gyerekek,
Így a pedagógusoknak ahhoz, hogy megtartsák a színvonalat, hogy az iskola mégiscsak vonzó legyen és lehessen mellette agitálni, egyre nagyobb hozzáadott értékeket kell produkálni, egyrészt ugye fel kell zárkóztatni az ott tanuló romákat, és megpróbálni mindenféle új módszereket bevezetni, tehát dupla energiával kell dolgozni ahhoz, hogy az iskola választáskor a szülőket meg tudják győzni. Tehát egy másik oktatás, ördögítőr, ami a kárpátaljai magyar oktatási hálózatra jellemző az, hogy a szülőik azért adják ukrán iskolába a gyermeket, hogy magasabb oktatásban részesüljenek, magasabb színvonalúban, aki viszont úgy néz ki, hogy ott nem tud megkapni, de ezzel, hogy onnét elmegy, gyengíti a magyar iskolák pozícióit, mert onnét kikerülnek a versenyképes és húzó erőkön. Milyen egyik tényező van, ami így az oktatás minőségére hat? Az egyik az, hogy elsősorban azok a szervek határozzák meg az oktatás minőségének kritériumát, amit fenntartják, felügyelik a rendszert, amit képeznek. Itt ez mindig az után állat. Lássuk a szlovák állam, a román állam és így tovább. Ennél fogva egy oktatás si intézmény kritériumrendszerét azt szerint igazítják, hogy mi ott a fontos. Itt most egy példát mondok, amikor a főiskola 2012-ben teljes körül mindenre kiterjedő átvilágításon esett át, akkor az itt folyó munkai oktatási minőségét a maradékos tudással mérték. Maradékos tudás azt jelentette, hogy az első évfolyamon lezárt három tárgyban kiadtak dolgozatot a második, harmadik, negyedik évfolyamokon. Mi volt a kritérium? Minden szakon három tárgyat választottak ki az inspektorok. Ez ukrán a története, az ukrán nyelv és angol nyelv. Ezzel mérték a tudás minőségét biológián, kémián, fizikán, matekon, tanítói és szakokon is. Na most, ha ezt a mércét használjuk, akkor egy ilyen rangsorban a magyar iskolák, például, hogy ukrán nyelvből és irodalomból hogyan tették le az országos szintű vizsgákat, ami abból a vizsgák az ukrán anyanyelvű, ukrán iskolába érettségizett és ukrán szakra felvételiző követelményéhez állították, sose leszünk az első között, és ha ebből vonják le a következtetés a szülők, akkor valószínűleg nem a magyar iskolákat fogják választani. Mit tehetünk ezzel kapcsolatban? Hát olyan minőségre ható megoldásokat kell találni, ami nem közvetlenül hatalmi pozícióval közvetlenül befolyásolja a rendszert a zajló oktatás, plusz innovatív módszerek, amiről a mai nap is szólni fog esetleg a szekciókban. További tényezők, ez a kisebbségi nyelv presztízse, elfogadottsága a társadalomban, ami szintén hat egy oktatásra és az oktatás minőségére, hogy ez konyha nyelv, vagy pedig ez egy használható nyelv, ahol különböző helyeken lehet. Sajnos azt kell mondanom, hogy ebből a szempontból most éppen visszalépést tapasztalunk még a szovjetrendszerhez képest is, hisz a magyar nyelv és irodalom nem lehet se felvételi, se érettségi vizsgatárgy, viszont mondjuk az orosz lehet. Tehát van egy kettős mérce, hiszen vannak egyforma kisebbségek, meg egyenlő kisebbségek, de nem csak a magyar nem lehet tárgy, hanem nem lehet a román, nem lehet a szlovák, nem lehet a lengyel, a bolgár kisebbségi nyelvként sem, meg úgysem, hogy európai nyelv. Míg az orosz, amelyikkel az ország éppen harcban áll, az viszont lehet vizsgatárgy, tehát annak a presztízsét állami szinten emelik, a többi nyelvekét pedig nem. Következmény, a döntés előtt állók szülők a magyar tannyelvű oktatást alárendelt szintűnek tartják, és ezért olyat választanak, ahová esetleg a gyermeke nagyobb karriert fog befutni, ha elvégzi. További tényezők. Hosszú távon leginkább a felsőoktatás minősége és hozzáférése hat egy oktatási rendszerre, egyrészt azért, mert a felsőoktatásból kikerülő tanárok szellemisége, tudása határozza meg az iskoláit is, ami alatta van. És általában ez mindig 10 éves periódus eltolódással jelentkezik, tehát amikor azt mondjuk, hogy az oktatási rendszerben baj van,
akkor az nem most keletkezett, hanem most érzékeljük a 10 évvel ezelőtt keletkezett hibákat. A másik a továbbtanulási lehetőség arra ösztönzi őket, hogy felvételizzenek, de a felsőoktatás határozza meg, milyen kritérium rendszer szerint. Most nálunk ez központosított rendszerben történik, nem az egyetem határozza meg, hogy mi az ő kritérium rendszere. Például tanító óvó szakra nem tudom betenni felvételi tárgynak a magyar nyelv és irodalmat, annak ellenére, hogy magyar iskolákra készítjük a diákokat, mert ugye abból nincsen központosított rendszer. És a minisztérium azt is előírja, hogy mi a fontos tantárgy. És mi a fontos tantárgy az óvodapedagógia, nem biológia. Ugyanaz a biológia, amelynek követelményrendszerek megegyezik az orvosi követelményrendszerével. Na most, ha egy gyermek központi emelszintű érettségi beleteszi a biológiát, akkor ő úgy gondolja, hogy ő belőle már orvos is lehet, nem mindig. És tanítói szakon meg a matematika, amiért öntő szintű matematikus, ha leteszi, akkor ő már miért jöjjön a tanítónénére, amikor ő belőle mérnök is lehet. Míg mondjuk addig, míg mi felvételiztettünk, addig volt alkalmassági vizsga, kiszűrtük a közszéket, kiszűrtük azokat, akiknek nincs hangjuk, tehát mindaz, ami életszerű és a gyermekneveléséhez szükséges. Megoldás? Az, hogyha minél szélesebb szakirányú anyanyelvi tovább tanulási lehetőség lenne különböző iskolai kiállazatoknál. Tehát a 4. osztály után, a 9. osztály után. Ehhez még hozzájönnek az újabb kihívások, például az, hogy újabb reformot élünk Ukrajnában. Ha jól emlékszem, ez a 4.-5. reform, amit én pedagógikáján folyamán átéltem. Most ennek a szlogenje, annak ellenére, amit az előbb elmondtam, hogy az európai nyelvek nem lehetnek érettségi tárgyak, az, hogy az oktatás szerkezetét, tartalmát, minőségét, személyi tényezőit, irányítását és finanszírozását 2025-ig megváltoztatják. Méghozzá teljes mértékben igazodva az európai liberális értékekhez. Ez például. Ebben vannak pozitívak, amik ránk nézve pozitívak lehetnek, és vannak negatívak, amelyek valószínűleg nagyon sok keserűséget fognak nekünk okozni. Az egyik ilyen az, hogy végre elfogadják, hogy lehetnek magánóvodák, kis létszámú csoportokban, és nem fontos ilyen nagy állami mamutóvodákat létrehozni. Hogy újra visszatérünk a 12 éves oktatási rendszerre, méghozzá úgy, hogy 5 éves elemé után lesz a 4+3-as felső építés. Hogy a bolognai folyamathoz csatlakoztunk, de most már struktúrájában is a 3 éves bachelor képzésre épülő 2 éves master képzés lesz. Eddig 4+1 volt, és specialistnak is nevezték az egyetemi szintű diplomát. Vagy hogy végre bekapcsolódunk a PISA előírásokhoz kapcsolódva, méréseket fognak végezni, és a programok kidolgozásánál figyelembe veszik. Hogy elfogadják azt, amit én már 15 éve tanítottam a diákoknak, hogy az óvoda nem kis iskola, ahol kis pad van, kis mutatópálca van, kis tábla van, hanem az óvoda átmenet a család és az iskola között is. Ezért ott családias hangulatot kell megteremteni, és a játékon alapuló oktatást kell megvalósítani, míg nálunk mostanáig is kis mateket tartanak, kis magyar tartanak, és így tovább az óvodákban. Hogy az iskolákban végre a kompetencia alapú és gyakorlati oktatás lesz, nem a képletek és a szabályok, nyelvtani szabályok vizsgázása. Ez mind a tartalom szempontjából rendben van, sőt a szervezetből is. Ezen kívül a minőségi oktatás szempontjából kötelezni fognak mindenkit 2 éves iskola előkészítőre, óvodában ahhoz, hogy iskola érettségi vizsgálat alapján kerüljön a gyermek, és ha ez olyan, akkor inkább még egy évet maradjon az óvodába, és majd utána dolgozzon. Nálunk most nincs ilyen, hanem egészségügyi vizsga van, és a gyermek megfelelő méretű, súlyra is rendben van, akkor azonban iskolába iratják őket. Aztán hogy az iskoláknál a kisiskolák finanszírozása megmaradt, tehát ebből a szempontból jobb a helyzet, mint Szlovákiában, mert itt azt mondják, minden faluba kell, hogy legyen óvoda és elemi iskola, mindegy, hogy hány tanulóval, és majd csak utána hozzunk létre iskolaközpontokat. Igen ám, csak ott ahhoz köti, egyébként pedagógiailag helyesen, hogy egy általános iskola akkor életképes, ha legalább 100 fős hallgatói létszáma van, nem 2-3 fős osztályok, vagy 5 fős osztályok, hanem ahol tudnak dolgozni, és egy középiskola 200 fő. Ez viszont nagyon rossz lesz számunkra,
Nálunk sok iskola be fog zárni. Lehet, hogy magától bezár, mert kiviszik a szülők, és nem lehet. Most az a helyzet, hogy 5 fővel lehet oktatási intézményben osztályt nyitni, 5 fővel lehet tanulni. Az biztos, hogy 5 fő számára később már a felső tagozatban kísérleteket, fizikát, egyebeket megvalósítani nagyon költséges lenne. És ami nálunk most nincs, az, hogy önálló középiskolák létrehozása lenne. Jó például az, hogy bevonnák a felsőoktatásba a külföldieket. Például ilyen előirányzat van, hogy 2020-ig az előadó professzorok számát az aránya 30% kell, hogy legyen. Igen, Ázsia még mindig nem rendezett az, hogy a professzor diplomájának a honosítása az hogy fog történni, mert ha úgy kell, ahogy én honosítottam a Debrecen Egyetem diplomáját, hogy újra vizsgáztam Ternopolba, és újra szavaztam titkos szavazással arról, hogy megfelele az ottani bizottságnak a munkája, amik már szerintem nem rólam szól, akkor valószínűleg nagyon kevés professzort fogunk találni, aki hajlandó elvinni ide tanítani hozzánk. Másik, aminek biztos nem fognak a kollégák örülni, hogy a pedagógusokat szerződéssel akarják alkalmazni meghatározott időszakra, és ahol az óra alapú fizetés helyett napi megterhelést adnak, azt hiszem részben ezerrel van a demonstráció most Magyarországon, miénket még kilátásba helyezték. Ami az irányítást illeti, decentralizációt igénynek és deregulizációt. Azt jelenti, hogy az iskolákat kivonnák a járási tanfelügyeletek felügyelete alól. Magyarországon épp most viszik be őket, és nem tudom még a jobb, mert az sem jó, hogyha egy olyan falusi tanács oktatási bizottsága felülbírálja az iskola minőségét, amelyik nem ért hozzá. Mondjuk azt mondja, hogy ő ír, olvas és vagy 8 osztály, és ő mondja meg a pedagógusnak, hogy mit csinálja meg. Ezt egy periódusban átéltük, tehát nem biztos, hogy a tanfelügyelőségnek nincsen meg a megfelelő szemeklete, de az se jó, ha a tanfelügyelőség csak egyféle mérce szerint méri az iskolába folyó munkát, például azzal, amit én elmondtam. Aztán átérnek a fejfontás feladatra, tehát nem a feladat orientált költségvetés lesz, ami most éppen Magyarországon van, hanem mi most visszafelé megyünk, fejfontást akarnak bevezetni. Ez viszont magától tönkreteszi az iskolákat, mert ha átkerül egy falusi tanácshoz, amelynek nincs bevétele, nincs költségvetési bevétele, magától fogja bezárni a magyar tanács az iskolát, mert azt mondja, ez a legnagyobb teher számára, hiszen nem kap hozzá megfelelő finanszírozást az államtól. Ezt egyébként már most tapasztaljuk, ugyanis a megyei tanácsok és a megyei jogú városok megkapták a fenntartói jogot a TPU-k, ez a szakközépiskolákhoz, viszont a Kijev nem rendelt hozzá pénzt. Tehát a feladat megjön, a pénz elmaradt. Tulajdonja Kijev beragadt az épületektől, a feladat itt van nálunk. És ugyanez lenne a középiskoláknál is. Egy a mond egyelőre, hogy sajnos ez egy átalitel, ehhez meg kellene szülni a parlamentnek, és 2 év alatt nem sikerült az oktatási kerettörvény, az óvodai törvény, a szakképzési törvény és a oktatási törvény. Ez a 4 törvény tervezet mind megbukott a parlamentbe, nem ment át, és most éppen kormányválság van, úgyhogy most várjuk az új oktatási minisztert, hogy remélem, hogy hamarosan ezt meg fogja oldani. Mik akkor az esélyeink? Hát azt gondolom, az, hogy próbáljuk a kezünkbe vetni a folyamatot, és úgy irányítani, hogy ezek a magyar kistérségek, közösségek ne maradjanak minőségi magyar iskola központi és oktatás nélkül, hanem mindenütt alakuljanak ki azok az oktatási központok, ahová szívesen viszik a szülőket. Vagyis mondhatnám úgy is, hogy a problémát szerves egységként kellene kezelni, méghozzá azok kezeljék, akik legérintettebbek és érdekeltek, felelősek a saját sorsukért, legyen hozzá gazdasági döntési jogkörünk, gazdasági eszközük, felhatalmazásuk. Végeredményben kulturális és területi autonómia, aminek az alapjait a Pedagógus Szövetség kidolgozta, aminek például 2 pillére lehetne, az egyik az, hogy a megyei oktatásban legyen egy főosztály, amely kisebbségi kérdésekkel foglalkozik, de elsősorban a magyar oktatás számára. Ennek legyenek a járásukban, ahol élünk, részlegei vagy felelősségei, ahol az arányunk nagyon kicsi. Másik az, hogy a Pedagógus Továbbképző Intézet, Teresházi Fiáik Intézete nagyobb önállóságot kapjon, és minden továbbképzést, az óvodásra,
tanítóit, egyebeket itt hajtsák végre, itt legyen Beregszázba, és ennek a háttér intézménye lehetnénk. Mi egyébként ebben nagyon jól állunk, mert tegnap volt itt a főnök, azt mondja, és úgy nézik, hogy úgy néz, hogy ebben meg tudunk egyezni, és a Beregszázi Fiók Intézet felvállalja az összes kisebbségi iskola pedagógusainak a tovább, felvállalhatja, ehhez keressük most az eszközöket, épületet, egyebet, ahhoz, hogy megfelelő szinten ellássuk őket. Hogy végre rehabilitálják a magyar nyelvet, ne legyen Orwelli mondon egyforma egyenlő meg egyenlő kisebbség, és hogy megvalósítsák azt a törvényt, amit hatályon kívül nem helyeztek, ez a regionális nyelvekről szóló törvény, hogy lehessen még érettségizni magyarból és magyarul, és mint az orosz mintájára magyar, mint idegen nyelvként is lehessen érettségizni, mert az ukrán iskolákban sok helyen az idegen nyelvként végre a magyart választották, de ha ennek nem lesz kimenete, akkor megint visszatérnek ahhoz a nyelvhez, aminek van kimenete. Aztán magyar közösségek megerősítésére is szükség van, hogy ne a mindenkori politikai nyomásra reflektálja, rángassuk a gyereket az egyik iskolából a másikba, mint most történik, hogy 3 évet Ukrányban leáll, akkor látom, hogy nem tudok semmit, már nem tudok neki segíteni, hogy gyorsan átviszem a Kossuthba, és akkor egy ilyen ideges, már itt a magyar iskolában, Kossuth Lajos, ez Beregszázról beszélnek, akkor egy ideges folyamat megszakad, ideges rángás van a gyerekek közül. Mondhatnám úgy is, hogy több magyar, kevesebb hun. A hun az a hun magyar, hun nem, éppen amikor éppen. Ahol rövidebb a sor, oda állunk, hogy ha magyar igazolványt adnak, vagy itt levelet, akkor ott állunk gyorsan sorba, de hogyha éppen gyermekházolatási segélyről sokat adnak, akkor az ukrán állami sorba fogok beállni. Azaz, mindenki fogadja el, hogy magyarnak született, a családon belül ezen a nyelven beszélnek, ezen tudok segíteni, és azt a plusz energiát, amit el kell, hogy sajátítsa két idegen nyelven, egyrészt az angolra, másrészt az ukrára, azt másképp adom meg. Nem az iskola választásban, mert az a legkönnyebb a szülőnek, hogy hát majd az iskola megoldja, hanem azt mondom, hogy odafigyelek a gyermekemre, és akkor járok a külön órákra, megnézem, hogy az iskolában milyen a minősége ezen idegen nyelvek oktatásának. Természetesen nagyon fontos az is, hogy mi történik az anyaországban, és ez itt a reklám helye, például mi most nem ülhetnénk itt, és nem tartatnánk konferenciát, ha a magyar állam minket nem támogatna. Ugyanis Ukrajnában olyan törvények vannak, hogy egy alapítványi intézményhez nem kapunk központi támogatást. Teljes mértékben a magyar állam támogatásából működünk, de az ukrán törvényeknek kell megfelelni. Az itteni tanrendet kell betartani, követelményrendszert ahhoz, hogy itteni diplomát adjunk ki. És akkor jó nekünk, amikor a magyar államnak is jó, akkor a magyar iskola rendszer magasan van, akkor mindenki perspektívába odajár, és akkor az ukránok is a magyar választják idegen nyelvként. Tehát tegye úgy a dolgát, ahogy most az elmúlt 5-10 évben, hogy minél erősebbnek tűnjön ebben az életben, és akkor valószínűleg bármilyen innovációt mi is be tudunk vezetni és be tudunk kapcsolódni, és ehhez már csak egyet kívánom mindannyiunknak, a Rákóczi második jelmondatát, az elsőt úgy is sokat használják, az, hogy ha úgy élünk, ahogy születtünk, és elfogadjuk az állapotot, és megpróbáljuk kihasználni azt a lehetőséget addig, amíg van, akkor valószínűleg az igaz ügyet nem hagyja az Isten sem, és mellénk áll, és sikerülni fog a lehetőség. Köszönöm, hogy meghallgattam. Innovatív, interaktív tanítási módszerek és a tehetségfontozás néhány lehetősége, és az előadó professzor Dr. Bartnik Emőkert, professzor Emilis, az egyetemi tanári Károly Ignác Pál egyetemi. Professzorom, de a
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindannyiunkat, és szívből örülök, hogy együtt lehetünk, és én el tudtam jönni erre a konferenciára. Nagyon nagy jelentőségét látom az együtt gondolkodásnak, módszerek átadásának, szellemi anyagcserének, az, hogy jól megismerjük egymást, és tudjuk segíteni egymást a munkánkban. Egyben szeretném átadni a Károly Gáspár Református Egyetemnek az üdvözletét. Egy kis delegációval jöttünk a mentálhigiénés szaknak, amelyet hál' Istennek itt is meg tudtunk alapítani. Bocsánatot kérek, nem tudnak látni tőlem, de ez tényleg nagyon sajnálatos. Én meg olyan nehezen bújok el, tudják, pódium mögé, és annyira szeretem, hogyha minél közelebb és szemtől szembe lehetek. Nagyon jó a szemtől szembe helyzet, és ez a kihívás. Most így látnak, hogyha így ilyen félig meddig elbújtam, látják így a képen, nem olyan sokat fogom használni, és jó, hogy ebből a címből is kiderül, hogy itt én a bőség zavarával küzdve, igen, mindenre van megoldás, tehát ez így van. Valerőn van tehetség, ami klímánkban is, ami együtt alatt is. Köszönöm szépen! Szóval, amit a címből is látják, tulajdonképpen én igen sajátos módon a kettő előadással készültem, az egyik ez a bizonyos a tehetség téma, a másik az innovatív módszer, de mind a kettőről elkészítettem a prezentációt olyképpen, hogy én most, ha az egyiknek a prezentációját használom, beleszövöm, beleépítem magát az innovatív módszert, amelyről szeretnék beszélni, így akkor egy időkeretben mind a kettőt el tudom mondani. Tehát ez lesz az, ami miatt sajátos lesz most ez a prezentáció, tehát hogy különben sem igen szeretem használni, de hát azért mégis megtisztelem a hallgatóságot, bárki elviheti, letöltheti, hazaviheti, nagyon részletes és nagyon fontos, de ha még ezen kívül valakit a téma külön érdekel, én elérhető vagyok, tudják, hogy elérhető vagyok minden címen. Miközben én hallgattam itt pedagógiai sorsunk gyűlődéseiről az előadást, azt gondoltam, ha most a hazai képet is felvázolnám, hát akkor össze is borulhatnánk, aztán sírhatnánk egyet, hogy milyen nehéz ez a helyzet, de közben nagyon szeretem a verseket, és hát eszembe jutott Adinak egy üzenetet, csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek, és ha százszor mertek bátrak lenni, százszor bátrak és viharvertek. Szóval viharvertem is, de mi bátrak vagyunk. És ha mi nem hallgatunk az egészségpszichológiának arra a jelenkori üzenetére, hogy minden nehézség ellenére az a nyerő, az lesz 80 év fölötti hosszú életű, és az lesz sikeres ember, aki ki tud tűzni olyan célt maga elé, fiktív finalizmus. Szóval nem biztos, hogy ez a cél, amit te kitűzöl, az az abszolút tökéletes cél, de ha mi mégis tudunk célokat kitűzni és arra rátenni erőket, akkor egészségben maradunk, talpon maradunk, sikeresek leszünk, és hosszabban élünk, még 80 év. A Harvard Egyetemnek ezt a kutatását csak így most, hogy eszembe jutott, azért idézem be, mert hát minnyájunkat csak arra biztatok, hogy valóban úgy legyünk egymás szövetségesei, hogy ki tűzze ki a célt. Ugye Orosz Ildikó igazán elénk tárta, hogy milyen célok irányába tudunk haladni, ahol nehézség van, ott mindjárt találunk is célt, és valójában az az igazság, Pilinszky János azt mondta, teljesen igaza volt, hogy ha nagyon akarunk valamit, akkor egyszerre szólunk valamennyi nyelven. Ez a nagyon bölcs üzenet. Egyszerre szólunk valamennyi nyelven, mert a lelkünk azonosan beszél. Hát akkor belefognék abba, hogy beszéljek arról, hogy valójában az elmúlt években miért is folyamodtam otthon egy tehetségkutatás irányába, és annak is miért egy nagyon sajátos területe irányába. Gondolom egyetértünk abban, hogy a pedagógiában a minőség alapvető szerepet játszik. Viszont az ember, hát mindannyian az univerzum páratlan csillagai vagyunk. Annyira egyediek, individuumok, hogy mindenki hoz magával valamit, valami olyat, ami talentumnak, adottságnak, hajlamnak nevezünk, ami kisejlik abban, hogy a gyerek megmutatja, észrevesszük, feltéve, ha odafigyelünk, és érdekel minket, ha odafigyelünk, akkor észrevesszük, hogy mi az a különlegessége, amivel egy picit más, mint a másik, és hogyha erre ráhelyezünk bizonyos olyan hangsúlyt, bátorítást, erősítést, megerősítést,
akkor a gyermek bontakozni kezd, és a személyiségfejlődés természetes menetében lesz egy olyan vonal, ami az ő magával hozott páratlan egyedi töblete, és ez az a tehetség, amit hogyha mi gondozunk, akkor igen-igen messzire juthatunk. Mikor én végig sétáltam, itt egyébként nekem csodálatos ez az épület, és egyáltalán csodálatos, ahol az oktatás és a képzés nevelés folyik. Láttam ugye a hírességeknek a képeit, hát valójában kik azok, akik igazán igavonóként is odaállnak, és akik odaadják szellemük erejét és előre viszik a dolgokat, a tehetséget. Tehát nekünk nagyon nagy felelősség. Bárhol az ég alatt, de a mi magyar egünk alatt, hát százszor elpusztulhatunk volna már, és megsemmisülhetünk volna már, ha nem volna valami olyan erő, amit a tehetség révén be tudunk adni, és szolgáló erővé tudunk tenni. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ne hanyagoljuk el a tehetségeinket, és hogy ezért, ha csak lehet, próbáljuk meg minden pedagógiai teher ellenére és emellett is azokat a tehetségeket felfedezni és erősíteni, akik valóban a legnagyobb erőt tudják majd képviselni a mi világunkban. A tehetségnek eddig elmondott néhány gondolata, mint tudják, hogy a tehetség úgynevezett predispozícionális elmélete. Én erre köteleztem el magam szellemileg, ezzel értek egyet, és ez bizonyítja valóban sok-sok minden. Például Johann Friedennek a legutóbb megjelent, magyar nyelven is megjelent könyve, amiben páratlan szép életrajzokban, akiket ő kísért, mint felfedezett tehetségeket, mutatja azt, hogy mi lesz a sorsa annak, aki megkap egy odafigyelés, támogatás, segítséget, és hogy hogyan lesz szárnyékszegett és szerencsétlen, mondhatni esetleg beteg az, aki nem kapja meg azt a támogatást, ami a benne rejlő talentumnak a kibontakozásához kell. Tehát én otthon egy felhívást is kaptam, egy felszólítást is arra, hogyha lehet, próbáljuk meg, és a Károly Gáspár Református Egyetemen egy kis csapattal meg is kezdtünk egy olyan kutatást, aminek a gyökér tényezője az, hogy elgondolásom szerint maga a tehetség, amikor már megmutatja az oroszlán körmeit, vagy megmutatja magát azt a töbletet, amit a gyerek anélkül fölmutat, hogy nagy befektetést tett volna, hogy elérje, onnan kezdve már a tehetségnek egy olyan fajta ápolására, gondozására van szükség, ami valójában együtt jár egy olyannak a belátásával is, hogy a tehetség másság, mégpedig pozitív másság. A deviancia valójában a devió más úton haladás. Ez a jelentése. Tehát a tehetségben, a megmutatkozó töbletben már benne van az, hogy a személy rendelkezik valami olyan töblettel, aminek a gondozására erőket kell fordítanunk. Ugyanakkor pedig ez a pozitív deviancia megtetéződik egy másodlagos devianciával, és ez abból ered, hogy mihest felfedezted, hogy annak a gyereknek mi a töblete, és elkezdett segíteni, fejleszteni, gondozni, azaz, hogy magát a tehetség vonalat az adott képesség területen elkezdett fejleszteni, mellé állsz, a gyereket kiragadod a korosztályi normál fejlődés rendjéből. Rögtön órákat edz, órákat zongorázik, órákat tölt azzal, és a napja utcol már zsúfolásig telítődik azzal, hogy elvárja a fejlesztő pedagógusa, elvárja az edzője, elvárja a vele foglalkozó iskola is, ha már te nem normálisan teljesíted az iskolai tudnivalókat, feladatokat, akkor legalább, és akkor olyan szorításba kerül, amit abban a pillanatban, amelyen a szülők értesülnek arról, és általában egy büszkeség övezi a tehetséget. És innen jön az a gondolat, amit én szeretnék a lelketekre bízni, és amire az egész kutatás épült, és majd bizonyítékaink vannak, hogy a tehetség kényesen törékeny valami, és amellett, hogy vannak fényei, és mi büszkék vagyunk rá, és általában nagyon tollászkodik egy szülő, és dicsekszik azzal, hogy az ő gyereke milyen kiváló ebben, abban, amabban, és közben a gyerek viszont nem is meri elmondani, hogy őt milyen problémák szorítják, de hisz ő más. Más a gondolkodása, más a szemléletmódja,
deviál valóban, mert olyan módon gondolkodik a világról, olyan sokféle látásmódja van, olyan módon alakul a figyelmi funkció. Mindezt én hát most, ha bekapcsolom, éppenséggel listáztam is, hogy mi majd olvassátok. Jó, bocsánat, hadd mondjam szabadon tovább. Tehát olyan sokfajta ilyen deviáló, ez teljesen le van vezetve tudományosan, hogy miből adódik, hogy a tehetségnek az adott területnek az ereje által az a képességeknek a fejlődési mintázata megváltozik. Valamiben kiugró, valami elkezd lefele deviálni, bizonyos dolgokban mínuszba kerül a gyerek, bizonyos dolgokban pluszba van. Tehát a képesség mintázat, amit amúgy is tudjuk, hogy nem egységes, hogy elég különböző, ugye az egyedi képesség mintázat, a tehetségesnél nagyon sajátosan alakul, mert valamiben a csúcson mutatkozik, meg másban esetleg eléggé defektes, mondanánk idézőjelbe téve. Bálint Endre, világhírű festőművész, az Európai Festőiskola megteremtője, és egyben képviselője, ugye, akinek biblia illusztrációi világhírűek, aki egyébként meg, tehát én most valamit elmondok róla, de ő felhatalmazott, hogy ezt elmondhatom. Ugye ilyen zsenialitás mellett a 10-es számkörbe tudott csak számolni, és az iskolában rettentő nagy problémái voltak a diszkalkulia miatt. Ugyanakkor valamiben meg egészen zseniális volt. Tehát tapasztaljuk azt, hogy a te igazán különlegesen tehetséges emberek, de még azok is, akiknél a felfedezett talentum fejlesztésre kerül, és elérnek egy átlag fölötti olyan színvonalat, hogy valóban felfigyelünk a tényleges produktumra, ott is nagyon sajátos az, amilyen problémákat a lelki életben tapasztalunk. Mert ha én a világot máshogy látom, ha én nekem egyszerre jut az eszembe ötféle ugyanarról a dologról, míg a másik gyereknek csak egy, amíg az én agyam úgy el van foglalva a saját gondolataimmal, hogy ezért nem tudok elég jól figyelni a másikra, mond a tanár nekem valamit, és én már szabadon asszociálok a saját világomban, és már megyek olyan irányba, hogy mint Gábor Dénes 10 évesen, hát tudjuk, itt láttam a falon ugye az ő tábláját, mert 10 évesen már egy felfedezést tesz, az isteni szikra valami már, hogy születik meg? Úgy, és pontosan tudjuk, hogy ahhoz, hogy egy képzetes gondolkodás előálljon, jobb agyféltekei hangsúlyú gondolkodás, ahhoz nekem a bal agyféltekei gondolkodásnak a jellegzetességét, hogy a figyelmem ott van kinn a világban, ez a bal agyfélteke aktivitás. Kinn van a gondolkodásom, kinn van a figyelmem, mikor én valamit el akarok gondolni alaposan. Akkor egy introverzióba vonulok, és akkor már a képzetek, a képek, a hasonlatok, az divergens gondolkodás elkezd működni. Tehát ezek a gyermekeink, akik ilyen talentumok a gondolkodásnak eme módja miatt az iskolában a tanárok számára is a deviánsnak tűnnek, abban az értelemben deviánsnak, hogy elkezdenek panaszkodni, hogy ezek szabálytalan gyerekek, a szülő kétségbe esik, mit csináljak a gyerekemmel, adjon tanácsot, kihez fordul a pedagógushoz, a pedagógus pedig mit tehet, mert itt kellene belépnie a segítő pszichológiának, amelyik pont arra van felkészülve, hogy ezeket a fajta kiegyenlítetlenségeket próbálja részint kompenzálni, részint pedig megvédeni a gyermeket önmagától. Most ilyen súlyos dolgot mondok, hogy önmagától kell megvédeni. Mert ahogy az a gyerek tapasztalja önmagában azt, hogy ő más, és ennek megvan a visszacsatolása felé, hogy ő más, vissza is húzódik meg lehetős introverzióban, vagy szélsőségekbe bocsátkozik be, és olyan a magatartása, hogy kezelhetetlenné válik. Na most hát mi ezt tapasztalatilag tudjuk, és ez a nagyon érdekes, hogy azt a területét a tehetségnek, hogy hogyan deviál, hogy milyen bajai vannak, hogy ő hogy küzd önmagával, hogy egyáltalán mi van benne, azt, ahogy lelkileg hogy alakul, az kevéssé, mert nem mentünk befelé. Miért? De sokkal könnyebb a fényekre tekinteni, és az árnyékot meg úgy hátra észre is veszünk, inkább mellőzzük. Most az, amilyen kutatásban kezdtünk, annak a hipotézise, az volt, ami az én klinikai munkám tapasztalatok, hozzám hoztak igazán nagyon tehetséges gyerekeket azzal,
hogy összeférhetetlen, hogy a tanárok elégedetlenek vele, hogy ő maga nem találja a helyét a világban, hogy szorong, néha kényszeres tüneteket mutat. Hát ne stigmatizáljunk már, mert ilyenkor mi történik? A szülők kétségbeesett szülők egyrészt esetleg pszichiáterhez, vagy orvoshoz fordul, vagy a gyereke kényszeres föllépés előtt egy kis gordonkaművész tehetség. Például gondoljátok el, 20-szor mosott kezet, aztán egyre többször szóval kényszeres tünetei alakultak ki. Ezt csak példaként mondom, ugye ezzel a területtel nem pszichiáternek kell foglalkozni, de még csak nem is kell stigmatizálni, mert a tehetségnek a szélsőségeiből adódik, hogy mivel mondom ismét, a jobb és a bal agyféltekei munka egészen máshogy alakul az ilyen gyermekekben. És hogy van például olyan talentum, és akkor most megengedte Gerlóci Sára festőművésznő, hogy elmeséljen, hogy ő például egy 8 hónapos kori vizuális emlékét oly tökéletesen megreprodukálta, hogy amikor ő ezt megfestette, akkor az édesanyja azt mondta, de gyerekem, te ilyen babakocsit, és ott vele egy kis babán, és mindent, hogy az egyik ablaka sérült volt a babakocsinak, és stb. Tehát nem láthatta, mert 8 hónapos volt, és megfestette. Miért? Mert az a különleges vizuális memória tudott működni, ami nálam, nálad, ami, hát ugye nem teheted, te se teheted, mert nem vagy tehetséges, a tehetség kiváltsága, hogy dolgokat meg tud tenni, és nyilvánvaló, hogyha mondjuk a költészeti különlegességeknek gondolok, akkor hát egy József Attilára gondoljatok, hogy milyen mélységeket élt, hát nem volt embereketek, tudjuk, hogy nem. De hogy a mélységek, ugye azt mondta Nietzsche, ne orvosok, vigyázzatok, mert a mélység visszanéz rátok, és ezt kiterjesztette, úgyhogy már nem csak az elmeorvosokra érvényes, hanem mindannyian, ha bemézünk a mélységbe, az visszatekint ránk. Szóval aki túlságosan mélyre jut magában egy olyan birodalomba, ahonnan ő a nagy káoszból föl tud hozni egy igaz gyöngyöt, az, amit föl tud, csak ő tudja ezt megtenni, de ezért neki le kell menni a mélybe. Most, ha így kezdünk gondolkodni a tehetségről, megérte, hogy elindítottunk egy nagyon nagyszabású vizsgálatot 100 gyermeknél, akik 15-16 évesek, miért volt ilyen korosztályon, gondoljátok csak el azért, mert körülbelül ekkora jut, legalábbis otthon már úgy alakul, hogy ekkora jut egy kényszer helyzetbe a fiatal. Akár van tehetsége valamire, és már az oroszlán körmeit valamivel teljesítménnyel mutatta, és ebben egyenletes, a helyzet az, hogy elé állnak, és azt mondják, na mi akarsz lenni? Hát, már Kant megmondta, hogy a legfontosabb kérdés ebben a korban, mivé akarok válni? Na most nem tudjuk eldönteni, nagyon nehéz ezt eldönteni. Különösképp a tehetségnek, aki a tapasztalat szerint nem csak egy dolog van, hanem néha szivárványszerűen más képességterületeken is, ugye mert más az egész gondolkodása, fölmutat olyan az átlagostól eltérő pozitív jegyeket, amire azt mondjuk, hogy sok színű tehetség, hogy sok oldalú tehetség, hogy a matematikában épp olyan tökéletes, mint amilyen a zenében, és így tovább. Most ezeket a tehetségpárosításokat is ismerjük. Ugye össze kell nagyon fognom a mondani valómat, hogy rá tudjak világítani arra, hogy mikor mi a tehetségnek a pályaválasztási kényszer helyzetébe belépünk, 15-16 év, és a gyereknek meg kell mondani. Na most akkor, ha ezt is csinálod, azt is nem mondod, merre fogsz tartani? És ebben a döntési helyzetben túl korán életlenül kell dönteni. Ha mi azt tesszük, és ez volt a munkánknak az alapgondolata, hogy a legkényesebb korban, amikor kényszerdöntést kell neki hozni, mikor például, és egy másfajta párosítást mondok, biológiai tehetség. Egy gyerek falun, otthon, nyáron unatkozott, olvasni akar, nem talált más könyvet, mint egy kémia könyvet, és ráámult, elkezdte lapozgatni, olvasni, hát ez semmi anis dolog, milyen jó, hát ez milyen titkok vannak ebben. Na most ebben a gyerek, ez a fiúgyerek, ez nagyon rövid idő alatt, hát habzsolta a tudást, és olyan magaslatokra jutott, ami miatt versenyeket nyert, igen ám, csak hogy elé állt, amikor arra került sor, hogy hát akkor majd erre fog tovább lépni.
akkor ugye Eli állta a kényszerhelyzet, és azt mondta neki, hát de nem igen mehetsz erre, mert nekünk aztán nincsen pénzünk arra, hogy téged aztán olyan iskoláztatásban részesítsünk, ami neked kellene. Egy másik esetben pedig egy biológiai tanárnőnél a fiút annyira izgatta a sérülésnek ugye ez az ösztöne, ez a hús-vér ösztön, ami persze jelentkezik és teljesen normális és szükséges, de annyira izgatta, hogy azt mondta 16 évesen, bocsánat, én nem megyek semmire tovább, hanem én sok pénzt akarok, meg akarok jó körülményeket, mert akarom, hogy az a nő, akit én, szóval nőket, a nők. És akkor ugye ezen elbűvölésére kamasz gyönyörében, vagy gyönyörűségében a lenett arról pedig megdönteni kellett, hogy merre fog tartani. Tehát látjuk, hogy döntési helyzetekben milyen kényes pillanatok vannak, amiben kellene, hogy kapjanak valamilyen segítséget. Na most akkor mi elindítottuk azt a kutatást, hogy kiválogatni olyan gyerekeket, és ebben van egy Matehetsz nevű ismeritek, ugye tehetséggondozó elnyőszervezet, amiben összefogva a tehetséggond iskolát, ha tervől sok száz van már Magyarországon, ahol vállalták a tehetségek gondozását, kértük az igazgatót és kértük a pedagógusokat, hogy az általuk támogatott olyat, akinek bizonyítottan vannak már olyan hát alkotásai vagy eredményei, versenyeredmény, stb., amivel kétségkívül nem nyírakjuk rá, vagy a szülői túlzások, hogy a gyerek tehetséges, tehát bizonyítottság, és amellett problémák, tehát észrevehetően problémák, vagy a szülők jelzik, vagy ők érzik, itt baj van, és valahogy szeretnék védeni a gyereket, de nem tudják, hogy megvédeni, vagy nem tudják, hogy megsegíteni. 50 Debrecen és környéki, és 51 Budapest és környéki, így adódott, hogy még egy valahogy becsúszott a mintába, a vizsgálati mintába egy gyerek, és a következőt tettük. Az volt a hipotézis, hogy vannak a gyermekeinkben, tehetséges gyermekeinkben olyan jellegzetes problémák, amelyekkel nagyon megéri pszichológiai segítséget adni, hogy ők önmagukhoz képes tudjanak bontakozni abból, amit nem mernek a szülőknek elmondani, nem mernek a pedagógusnak, amit esetleg csak még negatív, deviáns viselkedés a környezet vesz észre. Tehát ezért befogni a gyermekeket úgy, hogy elsősorban, ugye tudjátok, ma egy pozitivista, empirista kutatás szemlélet uralkodik. Nagy sajnálatosan így nem sikerült igazán áttörni ezt a szemléletet. Tehát nekünk mintaelemszám, vizsgálatok, szignifikanciák kellenek, hogy elő lehessen állni azzal, hogy ez valami érvényes. És akkor a gyerekeket nagyon sokféle vizsgálattal, az intelligencia, a tehetségnek, a kreativitás vizsgálat, képességvizsgálat, lelki megküzdés vizsgálata, személyiség, komplex személyiség vizsgálat, rengetegféle vizsgálattal, aminek a listáját majd megtaláljátok, és most ezt nem részletezném tovább, de a lényeget szeretném mondani, miután megvolt egy hatalmas adatbázis, önkontrollos volt a vizsgálat, honnan indultunk, és hogy majd hova jutunk, és ugye az önkontrollos, tudjátok, egymintást összehasonlító vizsgálat nagyon jól, nekár korrelációk, szóval nagyon sok lehetőség van tudományos bizonyítékokra is, de mivel én klinikus vagyok, és azt mondom, hogy az egyet, az egy páratlan csillag, ezért olyan egyedi egy gyermek, egy pszichológus, aki klinikai, tehát azzal a szemlélettel és tanultságban is, hogy terápiás segítséget hogy kell nyújtani, így a gyermeket bekerültek olyan fejlesztő folyamatba, 30 órás egyéni fejlesztés, 30 órás, de mire? Arra, hogy először föltárni, hogy mi az ő egyedi, személyes problémája. Itt hiába átlagolok, mert az egyedi gyerekkel kell foglalkozni, tehát egyedi föltérképezés, jó kapcsolat kiépítése, és célzottan az adott problémára specifikus fejlesztő folyamat. Valamint, mivel tudjuk, hogy a másodlagos deviancia, a pozitív deviancia abban mutatkozik meg, hogy nem jól értenek a kortársaikkal szó, hogy ügyetlenek. Hát volt olyan csodálatos, nagyon tehetségesnek mondhatni, kis zseni, 16 éves fiúról van szó, aki annyira esetlen volt a lányokkal való kapcsolatában, hogy a lányok menekültek tőle, mert otromba módon közeledett. És mondták, hát normális, nem normális, csak nem a korosztályi fejlesztő folyamatokban vett részt, ahol egymást jól eligazítják dolgokról a fiatalok, és ezért tényleg
esetleg volt. Na szóval egyéni fejlesztési folyamat és csoportos. A csoportosban olyan játékokat építettünk, hát skrupulált gyakorlatoknak nevezünk, ismeritek jól, ahol megvolt pontosan a cél, hogy mit akarunk fejleszteni, és ebből összeállítottunk egy gyakorlatanyagot, hogy melyik alkalommal, milyen fejlesztés, és ebből is kaptak 20 órát. Összesen 50 óra ilyen fejlesztés, és természetesen közben, és most jön azt, hogy elmondom az innovatív módszert. Így tudom kékelni és elmondani, hogy micsoda páratlan mindjáratok figyelmébe ajánlom. Most elmondom, holnap már tudjátok csinálni. Ez tényleg komolyan így van. Mondom, hogy milyen módszert használtunk, kiknél. Hát milyen egy rendszer az, ahol én azt a gyereket kiemelem és csak vele akarok foglalkozni, miközben ott van az, ott vannak a szülei, ott van a pedagógusa, az iskola, ott van a környezete, baráti kör és így tovább. Szóval, hogy hát ez nyilvánvaló egyetértetek, de rendszer szemléleti koncepcióban gondolkodtam, ami azt jelenti, hogy a gyerek persze a csillag, ő a középpontban, de a fejlesztő pedagógus, meg a pszichológus, meg a, aki csak foglalkozik vele. Mindenki, legyen szülők, legyenek benne, hogy közösen együtt csoportban ezt vezettem én végig. A debreceni szülőknél is, meg pedagógusoknál, budapestieknél is, és nagy élvezetet találtunk benne. Hát az ember szereteti is a munkáját nagyon, szóval igazi nagyon élvezet volt. Mi ez, amit alkalmaznak? Következőt tettem. A szülők, értesítettük a szülőket és fejlesztő pedagógusokat, hogy gyertek el, és azok, akik foglalkoztak a gyerekkel, gyertek el, egy kicsit tanakodunk. Hogy tanakodunk? Hát, hogyha együtt vagyunk, és nagy csoport gyűlt össze. Képzeljétek el, hogy ugye úgy, hogy természetesen mondva és több csoportba sejtetitek, hogy ez nem megy, hogy ugye 100 gyereknél 50 itt, 50 ott, és ugye Debrecenben leutaztunk, hát nem úgy csoportoztunk, de hogyan. Úgy, hogy persze volt segítségem természetes, de azért szerettem a csoportot magam vezetni a következőképpen. Hogy ugye ott van 20-től 20-25 szülő, illetve pedagógus, illetve pszichológus vett részt ebben a csoportban, amelyben a PBL, Problem Based Learning interaktív munkáját alkalmaztuk. Miben áll ez? Hogy azt találtam, ugye amikor megismerkedtünk egymással, mondtam, azért vagyunk itt, első találkozás. Hogy együtt gondoljuk össze, hogy mit látod te a szülő, hogy látod te a pedagógus, hogy látja az a, hogy minden optikából gyűjtsük össze, mik vannak problémák. Listázzuk, gyűjtsük össze ezeket a problémákat. Hogy tényleg mit vettetek észre? És akkor ezeket szépen hogy csináltuk meg ennek az összegyűjtését? Úgyhogy kis csoportokat alkottunk, egy kis csoportban 7-8, heten a jó a páratlan, mert akkor nagyobb a dinamikai mozgás a csoportban, hetes csoportok, és szülő, tehát nyilvánvaló, hogy egy azon gyermeknek célszerű ilyenkor, hogy ott van a pedagógus, a fejlesztő pedagógus, a szülő is, mert végre egyszer közvetlenül oldott körülmények között úgy beszélhet egymással a szülő és a pedagógus, amilyen a ritualizált helyzetekben nem tud létrejönni, sajnos, sajnos. Nem akarok belemenni, hogy miért, de tudjátok, miről beszélek. Szóval a kis csoportot, és akkor ez a PBL módszer, Problem Based Learning. Ezt egy kanadai, tulajdonképpen orvos egyetemi tanár, Haro dolgozta ki, és azért, mert nagyon elégedetlen volt azzal, hogy megy ez a frontális tanítási módszer, hogy töltsél el a fejbe, aztán bemagol, majd orvos egyetemen városos próbálta ki, hát egy bemagol nem tudom, mi csodát, hogy tudjátok, szóval ismereteket, és akkor hát a vizsgát, ha visszaadja, tulajdonképpen nem érhető le, hogy hogy lesz belőle szakember, hogy akkor az ismeretből hogy lesz valami, ami ő hasznosítani tud. Szóval ő azt találta ki, és ez a módszer, és most már csak a módszert mondom, mert ezerféle alkalmazási lehetősége van, hogy a kis csoportban mindenki írásban megkapja, hát ezt ugye föl kell készülni a csoportra, hogy miről szól, hogy problematizálni a dolgot, hát itt nem kellett problematizálni, mert azt mondom, a közös problémát, hogy ugye hogy látjátok ti, hogy mi a probléma, amit csak a gyerekeinknél. Ez volt tehát a kérdés. Most a kis csoportban mindenki kap ugyancsak leírva egy kis listát, nagyon struktúrált, hogy mit csináljunk. Először is választhatok valakit moderátornak. Ő egyengesse, hát
nem egy elnök, akinek határozott, hanem egy moderátor, aki finoman keszegi a dolgokat, egy időgazdát, aki szól, kaptok 30 percet, és egy probléma modell elkészítése, ugye hát 30 perc, nagyon kevés, jól gazdálkodjunk az idővel, legyen a kijelzőkönyvesz, aki leírja azokat, amit összegyűjt ugye a csoport, és aztán valahogy majd úgy foglalja egy rendszerbe, egy modellbe, amit majd prezentált, tehát a lépések idő, vagy probléma van. Mert szóljatok, mert bocsánat, egyet kérek szóljatok, hogyha én az időhatár, de nagyon szeretném, hogyha elegendő időt kapnék, hogy elmondhassam, mert valóban annyira jól használhatunk, ha belegondoltok, de hát ugye akkor megkapja a csoport, hogy ezeket szépen válasszátok, mert addig ne fogjatok hozzá a munkához. Most ha az a feladat, hogy csináljatok valami probléma rendszert, rendszerezzétek, amire jutottatok, és akkor hát hogy? És a lépések, ugye? Egy, a probléma tiszta, világos meghatározása. Ezt is megkapják írásban, mindenkinek ott van. Egy, ha megegyeztetek abban, hogy tényleg ez a probléma, ezen dolgoztok, fogjatok hozzá brainstorming, ötletroham, ötletbörze, mindent dobjatok be, következő rendezzétek. Aztán rendjétek mindent, amit ugye ez a tulajdonképpen, amit az agyelszívás, bocsánat. Ugye mindent bedobom, de rendszerezzétek. És akkor rendszerezzétek, foglaljátok modellel, lejárt az idő, választotok olyat, aki majd prezentálja, bemutatja, és akkor beszámol róla. Ez volt a szülőkkel, pedagógusokkal, tehát jelenlévő szakértőkkel a csoportmunka, és valami olyan különleges légköre lett, de próbáljátok ki, összehoz, kiderül, megfigyelheted, hogyha a gyerekeiddel csinálod ezt a módszert. Kipróbáltam iskolában, egyébként általános iskolában is. Az egyik gyerek, most a, mondom idézőjelben, nem tudom elmesélni, mert az is nagy élmény, hogy az egyik a káposzta és kártevői volt a feladat egy biológia órán, hogy lehetne ezt úgy tanítani, hogy a gyerekekből kiszedni azt először is, hogy mit tudnak ők. Utána majd elmondod, hogy te mit tudsz, mert a tanításban úgy van, ha ezt alkalmazunk, hogy először megnézzük, hogy mit tud a gyerek a dologról. De irodalom órán, hogy milyen élményem volt, hogy a szeptember végén és az időmértékes verselés volt a feladat, aznak óra, amit én elkértem a tanártól, és akkor hát mondtam már, nem volt szerkőzés, hanem a gyerekekkel csak fölolvastuk a verset magát, kis csoportok, és a kis csoportoknak az volt a feladata, mi az üzenet ennek a versen, mit üzen, hogy szólított meg téged. Tehát nem arról volt szó, hogy azt elmondta a tanár, speciál én irodalomrajongó vagyok, de nem én mondtam el, hogy ebben a költeményben a költő, nem mondtam én semmit róla, de a gyerekeknek az volt a dolga, hogy most akkor ti, és akkor tényleg kis csoportok, hát akkor most mi az üzenete, mit üzen a költő, és akkor mindent oda készítettünk, nagy papírokat, kreppapír, színes ceruzát, mindenféle keléket, hogy azt csináltok, amit akartok, ha akarjátok. Rajzoltok, táncoltok, mozogtok, bárhogy valósítjátok meg, ötletszere eldöntitek, tietek a felelősség, de egy, választatok valakit, aki így majd elvezetgeti, és vigyázz az időre, mert 30 perc, és akkor mondjátok utána, vagy hát mutassátok meg. Na most ezt úgy gondoljátok el, hogy óriási élmény volt nekem, az egyik csoport lerajzolt egy fantasztikus, az adott verszak egy fantasztikus, szép költői rajzát készített el közös rajzban, a másik csoport letáncolta az időmértéket, még nyílnak a völgyben, a kerületben, hát tudjátok. Tehát tulajdonképpen rájött saját maga arra, hogy az időmérték a költészetben valami nagyon különleges, és akkor már játszik könnyedséggel lehetett hozzávenni, nyambúz, anapresztus, daktilus, stb. Tehát már nem volt probléma, bár fura nevelő, tehát muszáj megtanulni. Szóval a gyerekek számára egy élmény lett, de a harmadik csoport, három csoport dolgozni, a harmadik csoportban képzeljétek el, úgy az a része a versnek, hogy fejfámra sötét lobogó akasztó, feljövök érte a síri világból az ég közepén, és oda leviszem azt, most nem szabadok tovább, ismeritek a költemény, lejátszották a gyerekek. Még a fejfát is, de még aki fejfámra, a sötét lobogó is egy gyerek volt, ahogy a rámolult a fejfára. És olyan hangulat lett, és hogy olyan asszociációk voltak utána a gyerekekben,
és annyi személyes élmény jött őszére, hogy azt mondtam, akkor megéri, mert valahogy a lélek megszólítására kerülhetett sor. Tehát tanítási módszerként ezért jó, mert a lelket tudjuk megszólítani. Miért? Mert bevonjuk a kreatív elmét, érzékszervi csatornákat, látás, hallás, szaglás, tapintás, ízérzés, ha mindent nem is tudjuk, de azért ugye ezek a mozgás, hogy lemozogni valami, hogy mozgásba kifejezni, hát kreativitás gyakorlatként is alkalmazunk, igaz? Hogy akkor most ne szólj semmi, egy elégszögű háromszöget lépkedjél le, és egy egyenlőszárú háromszöget is lépkedjél le. És lelépkedj, és a lábába marad a szabály. Szóval ugye ezek nagyon fontos dolgok, de most itt azért állok meg, mert a PBL olyan módszer, amit egyaránt lehet alkalmazni, unalmas értekezletek helyetti végetlen élő szókörgetegek megszüntetésére, mert azt mondjuk, Viviellel dolgozunk, tehát tudjátok mi a szabály, hogy kapunk 3 percet, ezen, nem tudom mennyit, mindegy, egy időgazda legyen, és akkor próbáljuk meg, hogy konstruktívak legyünk, mert nekünk most az a feladatunk, hogy és nagyon jól szokott működni. De ugyanígy lehet például egy szervezeti rendszerben, hogyha föl akarjuk tárni, hogy mi köztünk a probléma, esszük egymást, miért, meg lehet csinálni kis csoportokban, és akkor összeszedjük, hogy szerintünk miért, egyik csoport ezt hozta, másik csoport az, harmadik az, és akkor számít nektek az, hogy konszenzus? Persze, hogy számít, nekem is számít, egyetértés. Mikor 3 csoport egy azon dologra kidolgoz egy rendszer, hozza, demonstrálja, mert ugye a prezentáló, bemutató elmondja, és észreveszünk, ez a rejtett konszenzus felderítése, hogy mind a 3 csoport ugyanazokat a dolgokat, amelyek ki nem beszéltek össze. Hát ez a rejtett konszenzus, nincs vita, ebben mi egyet értünk. Hogy értünk egyet? Úgyhogy mind a 3 csoport a saját munkájában ezt dolgozta ki. Tehát ez a PBL 1, a probléma tiszta világos meghatározása, tudják a lépéseket, tudják a szerepek beosztását, tudják azt, hogy honnan, hova lehet, mennyi idő alatt eljutni, és legyen prezentálva. Én tudom, hogy ez alapvetően rávinnel arra, amiről ti sokat fogtok beszélni, mert látom, nézem már az absztraktokat, hát látom, hogy ugye nincs új a nap alatt, hogy dolgoztatunk kis csoportban, elég hasonló módon. Na most hát, most itt pontot teszek, ha valakit még ez jobban érdekelne, küldünk anyagot, a mentálhigiénikus csoport ugye itt van, dolgoznak, hasonlóan, mert nincs probléma, hogy a módszerhez közelebbről hozzáférjetek, de akkor így próbálja meg elésműködőnkeres kipróbálni, és akkor rájössz, hogy seriális a módszer. Szóval akkor visszatérek, hogy befejezzem, hogy mi lett aztán a tehetségkutatással, hogy ezeknél a gyerekeknél. Speciálisan olyan tesztet is alkalmaztunk, hogy az orientáció, pályaorientáció, hogy mégis mit akarnak. És megnéztük a végén, hogy meg tudjuk-e segíteni, mert ez volt a 30 órás egyéni kis csoport munkát, személyes fejlesztő munkának az egyik külön feladata, hogy gondolsz, derítsd föl, hogy a gyerek mit akar. De bonts ki, hogy érzelmileg mit akar, hogy a szíve mélyen mit akar, hogy ő merre húz mégis, leginkább merre. És hogy akkor, ha lehet, az dajkáld, és azt próbáld, mert nyilvánvaló, nincsen tanácsadás direkt, hanem ilyen maieutika, a szokratészi báváskodás, hogy addig, meddig simogatjuk azt, hogy ő merre tart, míg ő aztán csak kibontja és kiderül, hogy a szíve hova húz. Na, mi megcsináltuk ezt a vizsgálatot, záróvizsgálatokat végeztünk a gyerekeknek, a tárgyakából is voltal összehoztuk, hogy egymást is megismerjük, olyan 5 napos nyári tábor, ezek a gyerekek folyóiratot szerkesztettek, verseket írtak, fantasztikus volt, de szeretném elmondani, miközben megcsináltuk a kontrollvizsgálatokat, ugye objektív, kemény adatok és gyönyörű eredményeket tudtunk kihozni, azaz, hogy megmutatkozott a hatása, de írt saját maga a szülő, írt a pedagógus egymástól függetlenül, írt a pszichológus egy, hogy látja a dolgokat, és írt a gyerek. És hát ez a Tehetség című könyvünkben, amit aztán megírtunk, közzétettük a gyerekek és szülők hozzájárulása, tájékoztatott belejtezést. Tudjátok, így lehet csak közölni, de a gyerekek által mondottakat ugye közöltük meg. Hát ha azt olvassuk, hogy a gyerekek szárnyakat kaptak, és csak 30 óra és 20 óra ilyen
közösségi alkalom. És a fejlődés az annyira szembeszökő volt, hogy azt a záró megállapítást lehetett tenni, és hát nagyon-nagyon boldoggá tett a dolog, hogy a tehetség láb abban is tehetséges, hogy amikor vannak problémák és bizonytalanságok és esetleg kátyúk, ha kevés segítséget is kap, olyan módon tud szárnyalni és fölemelkedni, tehát kevés segítségre, kicsi pozitív behatásra nagyot ugrik. Mert ez az, amire van egy belső lehetősége, és ez az az Isten áldotta tehetség, amit nekünk bár meg tudnánk tenni, hogy így gondosszunk, így ápoljunk a tehetségeinket, hogy meghallódjanak el. Mert mi az ellenpont sajnos a mélyre zuhanás is lehet, ez is egy esély, hogy az elkallódás Celzelendre munkásságát ismerjük. Nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy kimondja, hogy kallódnak el a magyar tehetségek, holott volna benne bőven részünk. Valóban úgy van, igazolhatom, hogy az a 100 gyerek ígéret, és ha csak annyi, amit aztán fél éves követéssel megnéztünk, hogy valóban ez most egy ilyen szalmalán, vagy öröktűz, vagy tényleg valami változás történt. És beigazolódott az úgynevezett kaleidoszkóp effektus, az azt jelenti, belenézel, ugye, és az egész minta megváltozik, ha elmozdítod. Egy kicsit mozdíts el azon, ami berögzült és rossz, és az egész minta, a gestalt, a egész, tehát tulajdonképpen holográfikus változás lesz minden irányban, és ez leképeződik a képesség minden pici pontján. Úgyhogy ez a vizsgálat az, amiről szerettem volna beszámolni, ha még azért, van még időm van, hála Istennek. Ugye itt ezen az ábrán ezt próbáltam föltüntetni, hogy itt nem lehet elszigetelten nézni a tehetséget, hanem rendszer szemléletben, hogy nem egyezünk meg, miért érdemes nekünk erről beszélni? Mert ha nekünk nincs abban konszenzus, hogy mi közösen kell, hogy a kincset ápoljuk, és ebben a pedagógus, a szülő, a pszichológus, a mindenki, aki segíteni tud, vegye részt, hogy nem egymástól elszigetelten, hanem egymással kapcsolatban. És ha ilyen módszerre gondoltok, hogy rövid idő alatt fantasztikus hatékonyságot tud elérni, olyannyira, hogy egyáltalában nem törekedtünk, miután megtörtént egy problémafölmérés, mindjárt mutatom a szülők ilyen zseniális dolgokat, hoztak létre így ilyen rendszerbe foglalva a problémáktól. Azt is szeretném vázolni, hogy akkora volt a hatása, a következő alkalom az akkor volt, mikor már befejeztük a vizsgálatot, és kérdeztük, hogy mik a tapasztalatai a szülőknek, pedagógusoknak. Olyan összemelegedés történt, hogy megalapították a tehetséges gyermekek szüleinek a társaságát. Tehát egy olyan közösség formáló erő volt, és még egy, amiből beszámoltak, hogy szót ért egymással azóta a pedagógus és a szülő, hogy tudnak egymással kommunikálni. Nincs az a egyrészt ilyen tisztelettudó félelem, amivel megáll előtte, mit fog mondani a gyerekemről, és nincs az a bezárkult állapot, ami van, mikor nem tudom, hogy a pedagógussal hogyan beszéljen már meg, és közben, mivel nem tudom megbeszélni, ezért dúl az indulat, és azt mondom, hogy ez a galád, ilyen olyan, és akkor a pedagógust marasztalom el, holott csak arról van, hogy én vagyok esetlen, és nem tudom az utat megtalálni. Szóval ezek nagyon hasznos dolgok, tehát a rendszer szemlélet, akkor elmondtam, munkamenetet elmondtam, na a tehetségkrízis szigetek, hát sajnos viszi az ábra, és ezért nem lehet jól látni, hogy ezt mind egy modell, ami nagyon szemléletes, itt volna az a bizonyos harmonikus fejlődés, hogy nincsenek leszakadva problémák, megoldatlanok, a tanulási, edukatív problémák, ugye a különböző akadályozottságok, a szociális problémák, viselkedési problémák, a tanulás problémája, a tervszerűtlenség, időgazdálkodás hiánya, és így tovább. Nem is olvasom, mert hogy a krízis szigetek egy-egy csoportja sűrítette magába, ezt a rendszert tudtuk létrehozni, sűrítette magába, hogy mi az a temélyedett rengeteg probléma, ami beszorul a gyermekeinkbe, akik a tehetségnek a tulajdonképpen még rendőléses állapotában vannak. De valahogy úgy vagyok, hogy ugye Exupérynek van az a csodálatos példája,
hogy ha valami nagyon magasra szárnyal és jó erős, ahhoz nagyon erőteljes bontakozás kell. Hogy egy nap kinézett az ablakon, és látta, hogy egy pillangó a bábjából igyekszik kivergődni, és hát úgy gondolta, megsegíti ezt a folyamatot, és oda ment, és ugye a meleg leheletével próbálta segíteni, tehát tulajdonképpen hibát követett el azzal, hogy gyorsította. Tehát nekünk nem, na, és a pillangó, mikor kiszabadult, a szárnyai rögtönek lettek. Most miért szól ez a példázat arról, ha a segítésnek egy olyan rossz útját választjuk, hogy kívülről akarunk valamit adni, kívülről, és nem a saját erőt akarjuk felerősíteni, a saját erő, a saját képességek, a saját belső lehetőségek felerősítése, küzdjön, nem baj, ha beküldjük, de van mellette valaki. Van olyan beszámoló a gyerekek beszámolói körében, ahol azt írja, sose gondoltam volna, hogy lesz egyszer valaki, aki számára csak én vagyok a fontos, aki csak rám figyel, akinek elmondhattam azt, amit senkinek nem tudtam korábban elmondani, nagyon komoly tüneteik voltak a gyereknek, ami már, ha elviszik egy pszichiáterhez, azt mondta volna, hogy húha, gyógyszer meg kezelés, de a gyerek kiszabadult, és szóval ilyenfajta pozitív élmények is tudnak bontakozni. Most hát milyen következtetést hoztam én? Bocsánat, visszamennék, mert még valahol, igen, ezt szeretném megmutatni. Mi megcsináltunk egy klaszter analízist is, azért, hogy azt meg tudtuk nézni, hogy körülbelül ugye a problémaszigetek számos eleme valójában egyedi mintázatban jelenik meg magában az individuumban, az egyikben. Ez a probléma erőteljesen, a másik az a probléma. Nem arról van szó, hogy egy gyereknél egyetlen probléma, például, hogy perfekcionista, vagy például, hogy problémás ez alatt komoly tüneteket hordozó tehetséges gyerekről van szó, vagy hogy zárkózott. Itt nem arról van szó, hogy egy klaszter, amire jutottunk, hogy több klaszterbe foglalható, az a 100 gyerek, akinél a vizsgálatokat végeztük. Azt jelenti, hogy az adott gyereknél ez a probléma az, ami a legnagyobb súllyal van képviselve, egyébként a probléma mintázatban. Na most ezeket a klasztereket kaptuk, most nézzétek meg, milyen jó, hogy a reziliensek, ki a reziliens? Ugye ez a lényeg, meghajolni, de nem eltörni. Tehát a rugalmasak, azok, akik talpra esettek, akik a saját tehetségükkel jól tudnak dolgozni, akik nem esnek be a gödörbe, akik mégiscsak meg tudnak küzdeni. Nézzétek meg, milyen magas az arány. Hála Istennek! Hát a 100 gyerekünk közül 30 ilyen, hát az nagy áldás. De mi van azokkal a problémásak, 100 közül 14. Hát most olyan problémás, hogyha nem kap segítséget, akkor mondjuk egy 5 éven belül valami pszichiátriai intézményben köt ki. Nagyon sajnálatos. Most ugyanakkor a demotivált ezzel kapcsolatban nagyon személyes tapasztalaton követéses vizsgálat kapcsán, mert hogy a tehetséges, valójában ezt a közhelyet kell megerősítenem, hogy hiába talentumos valamiben, ha ő nem motivált, nem szorgalmas. És én még ehhez valamit hozzáteszek. Azt tapasztaltam, hogy az a gyerek, akiből igazán nagyon nagy ember lesz, de magasra szárnyal, a szerelmes, nem tudok jobb szóra, szerelmes abban, mit csinál. Az 4 órát úgy szomborázik, hogy nem mire elszakadni, hogy fölálljon a zongora mellől. Tehát ez a fajta érzelmi, mély motiváció. Mert lehet úgy is motiválni, persze, hogy ő tudja, és nagyon sok tehetség van. Na tudjátok, elmondja a gyerekkorát, hogy oda szögeztek, muszáj volt csinálni egy darabig, borzalmas volt. De átlendültem. Onnan kezdve élvezete. Van, akinek nem kell átlendülés, a bófó úgy érzi. Na hát ez az, ami neki a paradicsom. Most ez az abszolút tehetség, és valószínűleg ez a nagyon magasan tehetséges és az elég közötti különbség. Tehát itt látjuk a klasztereket, a problémásokról beszéltem, a demotiváltak nagyon sajnálatos, mert az egyenetlen a teljesítményük, tehát tudnak kimagaslódni, de mivel nincs megfelelő egyenletes töltés, ezért esélytelen ember. Hát ennyit láttunk a vizsgálatokból, és a következtetés szeretném még elmondani, hogy nagyon fontos volna, ha lehetséges volna személyiségtámogató központ létrehozása azért, hogy amit tapasztaltunk, hogy a gyerek nem meri elmondani, hogy bajai vannak. Nem meri, mert a szülő csak a fénnyel akar találkozni. Nem tetszik neki, és ledorongolja a problémákat. Ugyanígy van vele a pedagógus is, nem tud vele mit kezdeni. Hagy mondja el a gyerek, hagy legyen olyan hely, ahol elmondhatja, ahol
Parkinson, azért írtam le az egészségpszichológiai paradigmát, mert nem medikalizálunk, nem, nincs betegségszintje, akkor sem a kifejezetten problémát látunk súlyosabban. Nem, hanem segítünk, a meglévő erősségekre építkezünk, és így aztán el tudnánk érni azt, hogy valóban felhasználjuk, hogyha már van elő, van tehetség a mi klímánk alatt is, hogy hagy pontakorszon, és hogy hagy bőven.